Csúcsot döntött tavaly a Balaton partján pihenő magyarok száma. A KSH akkori adatai szerint 2017. júniusában a belföldi vendégek által eltöltött éjszakák száma 8,8%-kal nőtt az előző év júniusához képest. A kormány célja szerint ezt a belföldi turizmust erősíteni a béren kívüli juttatások 2019. januárjától tervezett átalakítása. Ennek érdekében csak a pihenésre fordítható szépkártyát vagy készpénzt adhatnának jövő évtől kedvezményes ám a mostaninál nagyobb mértékű adóterhek mellett a cégek a dolgozóiknak. Mások mellett viszont az iskolakezdési kiadásokra, önkéntes pénztári befizetésekre, kulturális kiadásokra vagy sportolásra nem lehetne a béren kívüli juttatást adni. A szakszervezetek úgy értelmezik, hogy ezzel a kormány meg akarja nyírbálni a lehetőségeiket. A Magyar Szakszervezeti Szövetség Tolna megyei vezetője úgy számol, országosan milliók járnak majd rosszabbul. Én úgy gondolom, hogy Magyarországon közel 2 millió ember kapott kafetériát. A kafetériákon keresztül különböző szolgáltatásokat vettek igényben. Én úgy gondolom, hogy a kafetériának a megnyírbálása, illetve a súlyos adóterhek, amiket most rátett a kormány, ez a teljes országra hatással lesz, ugyanúgy a munkavállalók életére, a munkavállalók szokásaira, mint például a vendéglátóhelyeknek a forgalmára. A szakszervezetek szerint a mostani elképzelést a kormánynak el kell vetnie. Én úgy gondolom, hogy van miről beszélni, és ez a szakszervezetek is felé lettek, felé lénkültünk. Minden egyes akciónk arra irányul, hogy ezt a kormány azonnali hatállyal vonja vissza. A kormány egyelőre nem tárgyal a Magyar Szakszervezeti Szövetséggel arról, hogy változtatnának az elképzeléseiken. Az új szabályozás 2019. január 1-től lép hatályba.